Kónya Péter pedig szeretettel köszöntöm a stúdióban, a Szolidaritás Mozgalom társelnökeként, vezetőjeként. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nem lehet könnyű élni, bukott a korrupcióba és az alkalmatlan kormányzásba belesült szocialista vagy SZDSZ-es politikusként. Úgyhogy Selmeci Gabriella azt mondta, hogy akik ezt szervezték, akik ott részt vettek. Hát ők ezek, akiket az imént említettem. Mit szól ehhez? Hát ez egy nagyon érdekes felvetés. Én azt gondolom, hogy Selmeci Gabriella hülyeségeket beszél. Hát ő a Fidesz szóvivője, pár hát szóvivője. Lehet, hogy beszél a hülyeséget egy ilyen fontos személy. Hát attól még hülyeségeket tud beszélni. Na, de hogyha ezt ellépünk egy picikét, akkor azért az látszik, hogy a jobb oldal szeretné ezt az egészet valami ilyesmivé, egy ilyen restaurációs kísérletté elmosni, összemosni valamivel, ami a múlttal összeköthető. Hát szó nincs restaurációs dolgokról. Mi, amikor megalapítottuk a Szolidaritás Mozgalmat, akkor is elmondtuk, hogy nem kívánjuk restaurálni az elmúlt 20 évet. Nekünk nem csak a Fidesz kormányzással van bajunk, hanem alapvetően a rendszerváltás óta eltelt teljes időszakkal. Egyként? Tehát mindenfajta árnyalás különbségtétel nélkül? Nem, nyilván van árnyalás, hiszen attól még, hogy elhibázott politikát folytattak az előző kormányok, a demokratikus intézményrendszert nem építették le, és nem egy önkényuralom felé vitték az országot, mint ahogy a Fidesz teszi most. Ettől érezheti úgy a Fidesz politikusa adott esetben, hogy Selmeci Gabriella, hogy az ellenük szól elsősorban, és nem is az elmúlt 20 év ellen. Akik ott voltak a Kossuth téren, 10 000-nyien mondjuk? Ők rendőrségi helikopterből nézve 401 000 voltunk. Miért pont 401 000? Hát mert akkor 1000-rel többen voltunk, mint a békemeneten. Na jó, de nem 2 millió, mint a legendás Kossuth téri tüntetésen a fideszesek. Mondhattam volna ennyit is akár. Hát egyébként igen. Szóval, hogy akik ott voltak a téren, ők igazából miért voltak ott, az kiderült? Hát én azt gondolom, hogy kiderült. Egyrészt maga a tüntetés a szabadságjogokért volt, és a szociális jogokért, illetve azt gondolom, hogy egy nagyon fontos momentuma volt, hogy visszaszereztük magunknak, magyar embereknek, és nem a jobb oldali, a kokárda, a nemzeti jelképeink, és én abban bízok egyébként, hogy március 15-én újra mindenki büszkén viselni fogja a kokárdát. És hát azt gondolom, hogy az nagyon fontos volt, hogy a Szolidaritás Mozgalom nevében kvázi programot hirdettünk, elmondtuk azt, hogy mi is fontos, mit tartunk fontosnak egy új köztársaság építésében. Említse meg újra. Hát többek között azt, hogy az új köztársaságban, amit mi megálmodtunk, egy új köztársaságot, abban többek között mondjuk az alkotmányt a népszavazással fogjuk megválasztani. Az új köztársaság elnökét mi úgy gondoljuk, hogy a népnek kell választani, és nem a parlamentben, hiszen olyan szinten lejáratódott maga az intézményrendszer, a köztársasági elnök intézményrendszere, hogy ezt csak úgy lehet helyreállítani, hogyha nem a parlamentben és pártpolitikusok és pártkatonák lesznek a köztársaság elnöke, az első számú vezetője ennek az országnak, hanem olyan ember, akit a nép választ meg. Fontosnak tartottuk elmondani azt is, hogy a pártfinanszírozás és a szakszervezetek finanszírozásában is változást szeretnénk. Ez azt jelenteni, hogy ne legyen állami támogatása ezeknek a szervezeteknek, hanem az adó felajánlásából az emberek dönthessék el azt, hogy kit támogatnak. És fontosnak tartjuk azt, hogy a képviselők visszahívhatóak legyenek, mert hogy egy demokráciában legyenek a képviselők végre az emberekért, és ne fordítva legyen. Nem lesz ez anarchikus, hogyha valaha megvalósul ez a tervük? Nem gondolom, hogy anarchikus lesz. Nyilván olyan rendszereket kell kidolgozni, ami megakadályozza azt, hogy anarchikussá váljon, viszont legyen egy olyan kontroll a képviselők felett, hogy 4 éven keresztül érezzék azt, hogy az emberekért kell dolgozniuk, akik megválasztották őket, és ne arról szóljon, hogy a választási kampányban ígérgetnek fűtfát, és utána meg gyakorlatilag ilyen nyomógomb robotokká válnak a parlamentben. Sokan voltak a Kossuth téren, de nem vártak mégis több embert? Hát én azt gondolom, hogy jó lett volna, hogyha többen vagyunk, azonban azt is látni kell, hogy az embereknek nincs pénzük ma már arra, hogy felutazzanak vidékről. Például én abban bíztam egy picit, hogy a Budapest jobban megmozdul. Nem voltunk kevesen, én azt gondolom, hogy átléptük azt a küszöböt, amire azt lehet mondani, hogy ez már egy megfelelő tömeg volt. És hát fontos azt elmondani, hogy ez kizárólag most a Szolidaritás Mozgalom szervezte és mozgósított, tehát a pártok egyáltalán nem mozgósítottak rá, voltak ugyan páran ott a pártok képviseletében,
De hát nekünk nincs arra most pénzünk, hogy buszokkal utaztassuk az embereket, tehát ott még nem tartunk sajnos. Március 15-én a Millás tüntetéshez csatlakozott a Szolidaritás, ugye ezt be is jelentették. Ott jóval több embert remélnek, várnak, gondolom, a Szabad Sajtó útra. Hát bízunk benne, hogy sokan leszünk. Arra mozgósítanak ugyanúgy, igen, mint hogy nyilván, most itt erre a szombati eseményre mozgósítottak? Mi fontosnak tartjuk azt, hogy március 15-én is ott legyünk a Millás tüntetésen, és sokan legyünk. Mi azért akartuk ezt a 10-ét, mert olyan fontos mondani valónk volt, amit szerettünk volna, hogyha elkülönül a március 15-e ünnepségtől és a különböző rendezvényektől. Azt gondolom, hogy ezt a célt ezt teljes mértékben teljesítettük. Csatlakoznak az LMP aláírás gyűjtéséhez. Ezt az LMP örömmel fogadta, miközben általában távolságot próbálnak tartani mindenféle fajta párttól. Ez így van. Most miért tettek különbséget, ugyanakkor, kivételt? Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy nem az fontos, hogy most ki kezdeményezte ezt az aláírásgyűjtést és ezt a népszavazást, hanem maga a cél fontos, és a cél miatt azt gondoltuk, hogy érdemes ehhez csatlakozni. Nyilvánvaló, hogy nem semmi közeledés nincs az LMP-hez, mint más pártokhoz. Itt az eszközt és a célt láttuk fontosnak, és ezért csatlakoztunk. Nagyon sokan feszegették, Fodor Gábor meg is írta az elmúlt hetekben, hogy pártok és pártpolitikusok nélkül változtatni egy kormányzati berendezkedésen, egy választáson győzelmet aratni nem lehet. Előbb-utóbb a Szolidaritás is bele fog keveredni abba a helyzetbe, hogy döntenie kell, hogy hogyan folytatja tovább. Erre van valami receptjük? Nyilván megvan a magunk stratégiája erre nézve. Most azt látjuk, hogy az a fontos, hogy a Szolidaritás mozgalom maga megerősödjön, és egy olyan tömegbázis álljon a mozgalom mögött, ami befolyással tud bírni a politikára és a mindennapokra, és az a cél és az a program, amit elmondtunk, ezt nyilván ki akarjuk bővíteni és továbbvinni, és hogyha azt látjuk, hogy van támogatottsága annak, amit szeretnénk, akkor nyilvánvaló, hogy meg fogjuk nézni azt, hogy ezt milyen eszközzel fogjuk tudni elérni. Ez a kerekasztal és a civilek összefogása mennyire lehet recept? Én azt gondolom, hogy fontos recept lehet, hiszen magának a kerekasztalnak is az a lényege, hogy megkérdezzük az embereket, hogy a mindennapokról, a saját életükről mi a véleményük, adjanak javaslatokat, és ezeket fogjuk összegezni, és nyilvánvaló, hogy ezt megpróbáljuk beépíteni. Mikor ül össze a kerekasztal? Hát most, ha minden igaz, akkor március vége, április elején elkezdődnek a társadalmi kerekasztalok, tehát a különböző civil szervezetek és szakértők bevonásával. Először kis csoportos foglalkozások lesznek? Kvázi, de így is terveztük, tehát hogy elindulnak különböző témakörökben. Most valószínűleg én úgy tudom, mert kollégáim szervezik, de úgy tudom, hogy az első körösben az oktatás kérdésében fog elindulni egy olyan kerekasztal, amit viszünk az ország különböző pontjára, és az embereket is megkérdezzük a témakörben, és elindul egy komoly szakértői munka tekintetben. Hát nem lehet mondani, hogy szimbolikus volt a kokárda, amit a mellére tűzött, egy alig látott ki mögüle, ezt fogja viselni március 15-én? Nem, nyilvánvaló, hogy nem. Ez azért volt, hogy jelképesen egy ilyen nagyot. Én általában a kis dolgokat jobban szeretem, úgyhogy valószínűleg egy pici kokárdám lesz. De lesz kokárdám. De lesz kokárdám. És a Szabad Sajtó úton találják március 15-én. Fellép a színpadra? Nem, de ott leszek a tüntetésen. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is köszönöm.